Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Az aktuális szerelmi energia. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a személyes jóslást. A díjam jóslásonként 4000 forint. És most megtekintjük azt ennél az általános kivetésnél, hogy mit üzennek a kártyák. Itt látható ez a férfi. Útban van hozzád. A kezében megjelenik ez az arany érem. Ez jelentheti az anyagiakat, hogy segít anyagilag. Jelenti a munkahelyet is, hogy lesz egy ajánlat, ami a munkát, a hivatást illeti, az is lehet, hogy a munkahelyről ismeritek egymást. Amit ez az arany érem még jelent, ez a föld eleme, a reális dolgok. És itt a mágikus jelenti az elképzeléseket, az álmokat, a vágyakat, az energia megvan ahhoz, és ez a varázsló segít, hogy ez az álom megvalósuljon. Sőt, itt látható a kézben ez az arany érem, kezetekbe veszitek a dolgokat. És az lesz, hogy ez az elképzelés tényleg meg fog valósulni. Erősítsd a hitedet. Ez a kártya jelenthet anyagi segítséget is, hogy valaki pénzt ad neked, vagy lehet egy ajánlat, ami a munkádat illeti. Amit ez a kép, és itt ez a lovas férfi még jelenthet, a te belső értékeit, hogy ő értékel téged, vagy mások tudják azt, hogy te is nyújtasz valamit, értékes vagy. És itt ez a kép jelenti a tűz elemét. És a tűz eleménél mozgásról van szó, lelkesedésről és szenvedélyekről van szó. Hamarosan lesz egy meghívás, és találkozol másokkal. Ez lehet egy baráti kör, vagy egy csoport. Ebben a helyzetben te vagy itt a királynő. Tehát legyen meg ez a büszke, magabiztos fellépésed. Sőt, itt újra megjelensz, mint egy királynő, elfoglalod a helyedet az életben. Itt érzelmekről, szeretetről, szerelemről van szó, itt pedig értékekről, vagy a munkáról, vagy a hivatásról. Itt van közeledés, tehát lesz egy találkozás, ez a férfi szintén érzelmekkel közeledik hozzád. Ami a munkát és hivatást illeti, ez lehet egy szerződés is. Akkor is, ha a képek szépek, de kell az óvatosság, hiszen itt megjelenik a tolvaj. Van valaki a környezetedben, aki ki akar használni, ellop tőled valamit, ez lehet a te időd vagy energiád is, tehát nem biztos, hogy pénzről van szó. Vagy szeretné ez az illető azt, hogy ne legyen szerencséd itt a szerelemben, hogy eltűnjön ez a férfi, hogy ez a tolvaj szimbolikusan eltávolítsa tőled. És akkor itt van a kerítés, a korlátozások, amikor úgy érzed, te most elérkeztél a kerítésig, de nem tudod, mi van mögötte, nem tudod, hogyan tovább. Persze ebben az esetben a tolvaj segíteni tud, hiszen a tolvaj akkor eltünteti a korlátozásokat, eltünteti ezt a kerítést. Ahol szerencse van, az egy utazás vagy külföldi kapcsolatok, ezek lehetnek internet kapcsolatok is, és itt van a szerelem. Ez a kép jelent egy utazást, lehet, hogy ő tervez veled egy közös utat, utazásokat,
Amit ez a kártya még jelent, a négy elem, a tűz eleme, a föld eleme, a levegő eleme, a víz eleme, és jelenti a négy évszakot is. Tavaszt, nyarat, őszt és telet. A négy évszak az pontosan egy év. Hogy egy éven belül van itt munkahelyi ajánlat, az anyagiak javulnak, a korlátozások elmúlnak, vannak barátságok, és szerencse van a szerelemben. Ez nem jelenti azt, hogy egy évig most várnod kell, hanem ez a kártya azt jelenti, hogy egy éven belül, tehát idén még itt kialakul valami. És ez volt az aktuális szerelmi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!